úgyhogy boldog születésnapot szeretnénk kívánni, és hát pár szót már beszéltünk, de nem lehet másra kezdeni, mint hogy hogy van. Hát köszönöm szépen, koromhoz képest, és a barátaimhoz képest, akik sportban szintén ebben a korban vannak, viszonylag nem panaszkodhatom. Már fájnak, amik fájnak. Na most 30 évig voltam hideg vízbe, napi 5 órát, tehát az, hogy a izületeim ki vannak, a gerincem, stb. Stb. Most ezt nem sorolom, mert akkor az egész riportban ez lenne. Maradjunk abban, hogy viszonylag jól vagyok. Viszonylag. Visszajár meg a medencébe? Kell is. Vissza, a víz nekem a életelemem. A tenger elsősorban, 10 évig voltam Ausztráliában, 5 órát tengerben, minden, sós, stb. De itt is, szóval a víz nélkül nem tudom elképzelni az életemet, és az kell a különböző, ugye a mozgások, hogy a tért fáj, minden fáj, tehát muszáj mozogni, de szívesen mozgok. Mert ez az egy, amit csinálhatok, mert volt egy ilyen bypass szívműtétem 15 éve, na most amiatt ilyen erősebb dolgokat, amit azelőtt nekem sokat kellett csinálni, súlyemelés, egyebek, amiket na, tudtam, hogy kell, mert ugye a kisfiúk ellen, ugye különben meghaltam volna, azokat most nem csinálhatom. 10 éves koromban egyszerre kezdtem úszni, édesapám elvitte úszodába, és focizni itt kölyökbe. Na most már 2 év után eldőlt, hogy a vízben jobb a mozgásom, és különben se akartam a puskáséknak konkurencia lenni, úgyhogy a focit hagytam, és hát megmaradt a víz. Na most duplán, mert úszó is voltam, és vízilabdázó is. Na most a két edzés, mind a kettőt megcsinálni, szóval az naponta az kemény volt, de szerettem. Szóval elejétől szerettem a vizet, volt egy adottságom, egy ilyen robbanékonyság, egy gyorsaság, ami a úszásban nagy dolog volt, 100 gyorsan főleg, de vízilabdában meg aztán még fontosabb volt, mert a labdát el kellett hozni, ugye, és a többiek helyett segítettem nekik, elhoztam a labdát. Mi döntött a vízilabda mellett az úszással szemben? Hát úgy, hogy a labdát imádtam. De, ami kerek, azt hiszem, szerettem kosárlabdázni, hát az a termetem kicsi volt, ugye, de a labdát imádtam. Tehát tulajdonképpen a víz és a labda együtt, ez már nekem egy csoda volt, élmény volt. Ide a foci meccsekkel jártam, édesapámmal minden meccse, úgyhogy nagyon szerettem. A Fradiban már 14-15, és akkor szerencsémben a 16 éves lettem, amikor Helsinki olimpia volt, már el is múltam kicsit, és akkor kijött egy pár jó mérkőzésem, és a Rajki Béla szövetségi kapitány fél évvel a olimpia előtt bemert tenni, mert az egy bátorság, ugye 16 éves korban, a utazó csapatba, és ott rögtön a kezdő hetesbe bekerültem szélsőnek, emiatt az előbb említett, hogy gyors voltam, stb. Szóval kellettem a csapatnak, én nekem meg a csapatnak meg én, és hát túl korán kerültem be, ami nem volt rossz, csak aztán elhúzódott, szóval nagyon 38 éves koromig játszottam. Na most ez egy nem normális dolog, ennyi ideig, plusz a hideg víz, stb. De hát élveztem. Élveztem. Utolsó egy-két évben volt csak súlyproblémám, kellett mennem gőzbe, meg ez, meg az, de addig semmi, mert vigyáztam a kondíciómat. Egy kicsit ugrunk az időben, egy legendás meccsel zárt a pályafutását, egy magyar kupa döntővel emlékszik, ez a maratoni rajult magyar kupa döntővel. Na, ez a vége fele volt, amikor már súlyfölösleg, és a fedetben a Szolnoki Dózsával játszottunk, már kicsit vörös lettem, lihegtem, mert ugye súlyfölösleg, és végig döntetlen álltam ezt. Na most ez az a szabály volt, hogy amíg döntetlen, addig 3x3 perc hosszabbítás. Na most ez a gonosz bíró, aki tudta, úgy látszik, hogy én már alig inhalálok szinte, ugye, vagy 4-5 hosszabbítás volt, és utána megnyertük, még az volt a szerencse, a lelkem neked jó volt, mert hát, mint a kifacsalt szintom, kifeküdtem a medence partjára, szurkolók, aranyosak, azok mindig szerettek engem, én voltam ugye a Gyurika, a
kicsi, a minden. Szóval én, ez egy ilyen nagy szeretet volt köztünk a Fradi szurkolók, és én köztem. Nagy megtiszteltetés érte, meséljen erről nekünk valamit. Igen, igen, ez minket is meglepett. Jött Londonból a levél, hogy a londoni polgármester hivatal a NOB-bal közösen úgy döntött, hogy a 400 metróállomás, ami Londonban van, abból 100-at külföldi, hát a világ legjobb sportolói már, van, aki meghaltak, van, aki élnek, azokat, azokról nevezik el, és ez megmarad örök életbe. Tehát már kim vannak a táblák, például, hát nem árulok el titkot, megmutatom, ma lesz a ünnepélyes átadása angol nagykövet a olimpiai eskü után, a 13-an lettünk tagjai a, ennek a különböző metróállomásoknak. Én már láttam az enyémét, mert meghívtak és megnéztem, gyönyörű a tábla, alá van írva 52, 56, 64 olimpiai bajnok, és ez a legsűrűbben látogatott metróállomás, mondom én, mondja a Gyarmati Dezső, hogy nem, hanem az övé, de ez megy 50 éve. Szóval fantasztikus, olyan 13 ez, ez a 13 ez több, mint a nemzetsportolója, ez minden. 58 aranyérem van a 13 embernek a birtokába, fantasztikus, a libabőrös leszek még én is, pedig én Paplaci, Puskás, Gerevics Aladár, 10 aranyérem, Egerszegi, 5. Szóval mi a három aranyérmünkkel olyan kis gyerekek vagyunk ott. De ez egy óriási dolog. Itt van egy, a metró, és mindenhol a állomásunk mellett ott van a képünk, ahol az a mi állomásunk. A Puskásségé például a Wembley állomás. Szóval fantasztikus dolog, ennek megmondom őszintén, sok mindennek vagyok tagja, sok halhatatlan vagyok, itt ma azt sem tudom, mi vagyok, de ez egy nagyon nagy meglepetés volt, és egy nagyon kellemes dolog, és egy végtelenül örülök neki, megmondom. Akkor mégis gratulálunk hozzá mindenképpen. Azt mondja meg egyébként, hogy csak külföldiek, vagy angolok is vannak egyébként? Angol is, külföldiek, ez össze-vissza 100. Tehát a 400 megállóban, de olyanok vannak, mint Mark Spitz, akkor a mit tudom, Owens, a volt futó, szóval ki lett válva mazsolázva. Például nagyon érdekes dolog, hogy a négy magyar labdarúgó a 6-3-asból, Puskás, Kocsis, Bozsik, Cibor, és a Grosics Gyuszi, meg a Buzánszki, akik élnek, azok nem kerültek be ebbe. Tehát ezek valamilyen módon, ők is megérdemelnék szerintem, de úgy kvalifikáltak, hogy kit tegyenek be. Barczó Andrés benne van, úgyhogy ma találkozunk öten, ott a művészetek palotájában, és akkor átadják ilyen egyméteres metróállomás. Ezt kapjuk meg. És ez is mutatja, hogy ott van az élsportnak a legtetején. De most épp az jutott eszembe, hogy az egész életét jellemezte, és hogy milyen volt így, milyen ez az élet így, hogy végig a kirakatban élni. Hát, megmondom őszintén, én élveztem. Én egy vidám ember vagyok, voltam mindig, nagyon ritkán tudtak elkeseríteni dolgok. Hát plusz nyertük a meccseket, sokat. Tehát szóval volt mind örülnöm, ugye? Tehát lettem először a Swimming Hall of Fame Amerikában a tagja, Mark Spitz, Johnny Westmüller mellett van 30 éve a lábnyomom, akkor Ausztráliában nemzetsportolója. Itt most lettem a magyar halhatatlan sportolók elnöke. Hát ez már fantasztikus. Egy nem lettem, megmondom őszintén, de most készülök, minden nap ötször annyit úszom. Van ez a Prima Primissima a Demjánéknak, ma másodszor igen sok javaslattal első helyen javasolnak, és valamilyen úton, módon
nem kerülök a háromba, amiből lesz a prima primissima, és az a magyarázat mondják, hogy negyedik lettem. Jaj, de sajnáljuk, megérdemlenét, hogy első olimpiai bizottság is rászavazott mindenki, de majd jövőre. De mondom, én negyedik nem szoktam lenni. 30 év alatt megszoktam, hogy első, második vagy harmadik. Elértem itt, hogy negyedik lettem. Ezért minden nap rengeteget edzem, és talán nekem úgy van sanszom bekerülni, hogy most a londoni olimpiára bekerülök a vízilabda csapatba, 77 évesen, és akkor ott játszom, remélem, hogy nyerünk, és talán akkor sikerül valahogy bekerülnöm. Egyébként szóba került most a londoni olimpia, olvastam egy interjúját, ahol azt mondta, hogy Peking után hanyatlást vár, és nyilván itt a vízilabda válogatottra értette ezt. Nem tudom, hogy emlékszik-e rá. Emlékszem, igen. Hát egy mondjuk azért gondoltam, hogy a fiatalok még nem jönnek úgy föl, és az idősebbek pedig már hát három olimpiát nyertek, negyedik olimpia, ez azért kemény dolog. Na most az a kérdés, hogy az öregek még kibírják-e, a fiatalok jöttek-e föl annyira, és a igen nehéz három ellenfél vagy négy, ami van, hogy azzal mit tudunk kezdeni. Mert három esélyesek ezek a meccsek, ugye szóval nincs mese, tehát van egy szerb, horvát, olasz, USA, Montenegro. Ez azért ennyi ellenfél, dukkolok, ott leszek, sőt, ugye játszani is fogok, és akkor remélem, hogy megnyerik, mert fantasztikus jó még ez a csapat is, és Kemény Dénes az pedig, ami csinál most 10-12 éve, vagy 14 éve, az óriási. Elfogadta volna edzőnek? Hogy? Elfogadta volna edzőnek Kemény Dénes? Én edzője voltam, de elfogadtam volna, mert Ausztráliában edzősködtem egy évig, két évig, és Dénes és egy külföldi játékos játszhatott a klubcsapatba, Melbourne csapatába. Dénes kérdeztem, volt kedve, kijött, és bajnokságot nyertünk. Úgyhogy én Ausztrál bajnok vagyok, Dénessel együtt. Ő volt a csapatkapitány, még jó volt, hogy perfekt angol volt, mert én kicsit dadogtam, és ő tudott jól tolmácsolni, plusz ugye Melbourne díszpolgárai lettünk, minden, szóval tényleg nagy élvezet volt. Barátaim voltak a régi focisták, szóval ez a Fradi dolog, ez nagyon szép volt, hát most 67 éve vagyok a Fradiba, ugye? Ez is oda van különben írva a Prima Primissimába, szóval ilyenek, de ez úgy látszik nem nagyon tetszik valakiknek. Na jó, csak a szépe emlékezzünk. Edzeni megyek. Nagyon bántana, hogyha nem kérdezhetném meg, hogy van ugye 52, 56, 64. És nekem az első kettő az különösen legendás olimpiának tűnik, de melyik az, amit ki tudnám, melyik aranyok fényesek? Hát a 52-56 egál. 52-ben voltam 16 és fél éves, ez olyan nem csapat között, hogy Puskásék, stb. A saját gyarmaték, meg Szívóségnak még csókolommal köszöntem. Szóval az az egész millió, hogy belekerültem és nyertünk, mint gyerekfejjel, ez egyik. A Melbourne meg az a fantasztikus dolog, hogy a forradalom, amíg itt tartott, a legnagyobb ellenfelet, legyőztük a szovjetet, ez tényleg egy világ hír lett, és jogosan, és 4-0-ra vettük, és az egész olimpián kaptunk 3 gólt. Szóval ilyen még nem volt, és ott voltam életemben először gól király. Szóval ez a kettő, ez kiemelkedik. A 64 az már csak, hogy szokta, miatt voltál? Haba toltál, na. A 64. Gyuri bácsi részemről zárásként, hol ünnepli a születésnapját? Hogy? Hogy és hol? Születésnapom? Én nem vagyok ilyen nagy születésnap ünneplő, és el is fáradok. Tehát ez úgy néz ki, hogy ma itt vagyok, a Fradiba, mert ugye ez áll még mindig a legközelebb hozzám, akkor utána elmegyek orvosbarátomhoz, megnézi a fülemet, hogy mehetek-e vízbe, mert most ugye nagy edzésben vagyok a Prima Primissima miatt. Na mostan
akkor délután lesz a művészetek palotájába, a olimpiai eskü, akkor kapjuk meg ezt a londoni metróképet, ott is egy kis ünnepség, akkor holnap reggel megyek le Balatonra, visznek le, nem gyalog megyek, ahol ez a TV1-nek a vasárnap reggeljébe tolta ünnepség, és ott is egy pár hülyeséget elmondok. Tehát ez a következő, akkor szaladok haza, mert 2-kor Gödöllőn van egy olimpiai ünnepség, ahol ott is ünnepelgetnek, mert pont július 23-án a születésem napján van a világ olimpia napja, holnap. Tehát 100 évvel ezelőtt, amikor az öregek összeültek, hogy mikor legyen a világ olimpia napja, akkor azt mondták, kérem, július 23-án kell, mert fog születni egy Kárpáti György június 23-án. Na, tehát szóval ez ennek is örülök, hogy összefügg az egész, és hát akkor lassan, akkor még család egy kicsit jobban, úgyhogy ha szombat estig, mától szombat estig bírom, akkor lehet, hogy megmaradok. Mit jelent önnek a Ferencváros? Mindent. A Ferencváros mindent, édesapám volt nekem a mindenem, aki elindított, húszás, vízilabda, foci, 10 éves korától itt voltam, gyalog mentünk haza a Kálvária téren, ahol a meccs után a Kocsis Sanyiék fekete öltönybe fociztak a cigány gyerekekkel. Szóval ilyen élmények, ilyenek nem lettek, tehát nekem a Fradi jelentett mindent. Az is maradtam itt, mikor nagyon jó játékos voltam, nagy csapatokban, Vasas, Dózsa, stb. Dupla fizetést ígértek, mint itt a Fradiban. Na most ezt nem azért mondtam, hogy helydeim, én rendes ember vagyok. Egyszerűen én ide kötődtem, és ha nem is volt arról szó, lehetetlen volt engem innen elvinni.